Mi leszek, ha nagy leszek, milyen lesz a jövő szakembere 2050-ben? Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara alsó és felső tagozatos diákoknak. A gyerekek a környezetvédelem, állatvédelem, űrtechnológia, mezőgazdaság témakörökben alkottak, és a legtöbben nem egy, hanem többfajta eszközt, technikát alkalmaztak a művek létrehozásához. Jakab Zoé, a szekszeri gyakorló általános iskola első B-osztályos tanulója azért rajzolta le magát és több számára érdekes foglalkozást, mert nem tudott választani a szakmák közül. Azt azért elárulta, hogy a legjobban állatorvos szeretne lenni. Hogy én lerajzoltam egy ilyen buborékokat, és abba rajzoltam bele, hogy én mi szeretnék lenni, mert nem tudtam a sok közül választani. És mi minden közül kellett volna választani? Az emberorvos, az állatorvos, a körmös, a fodrász, az úszómester és a cukrász. Jakab Zoé felkészítő tanára azt mondja, az első B-osztály művészeti profilú osztály, ezért nem volt nehéz pályázniuk a kamara versenyére. Nagyon jó náluk órákat tartani, igyekszem fejleszteni a kreativitásukat, próbálok motiváló feladatokat hozni órákra, sikerélményhez juttatni őket. Erről a pályázatról kolléganőmtől hallottam. A versenyre 16 iskolából 360 gyerek küldte be a pályázatát. Az iparkamara szakképzési vezetője, pályaorientációs tanácsadója és két tankerület szakemberei választották ki a legjobb műveket. A rajzpályázat a kamara szakma aréna elnevezésű pályaválasztás segítő szakmai napja helyett lett meghirdetve. A mai napon a szakma aréna helyett egy rajzpályázatot értékeltünk. Erre a rajzpályázatra 16 iskolából 360 gyermek jelentkezett. A Parhantról, a szekszárdi gyakorló általános iskolából, Kurdról, a bátaszéki általános iskolából és Szedresből választottuk ki a nyerteseket. Nagyon fontos volt, hogy színes legyen, nagyon sok, illetve a 6 pályázatból 5 legalább különböző ábrázolási formákat, akár ha azt tekintjük, hogy festéket is, színes ceruzát is, vagy akár maga, hogy satírozott, minél színesebb, minél szemet gyönyörködtetőbb volt egy pályázat, annál inkább esélyes volt. Az első helyzet a felső tagozatosoknál, ő egy időutazó volt, és rengeteg óra, nagyon, nagyon megkapó barna színeket használt, nagyon tetszett nekünk. A rajzverseny célja a szakmák népszerűsítése volt. Alapvetően ugye nekünk minden évben a szakma aréna rendezvényünket megtartjuk, és idén sajnos ugye ez elmaradt, úgyhogy mindenképp szükségét láttuk, hogy valamilyen formában egy picit a gyerekek körében ezt segítsük, illetve egy picit reklámozzuk, úgyhogy igen, szükség van rá, szükség van a jó szakemberekre. A zsűri Jakab Zoé alkotását találta a legjobbnak az alsó tagozatosok közül. A felső tagozatosok közül pedig Kerekes Kata, az Aparhanti Általános Iskola 6. osztályos tanulója nyerte meg a versenyt.